Na, sziasztok! Mindenkinek újra itt vagyok, Kovács Pali vagyok, és ebben az új videóban be szeretném nektek mutatni a régi Lenco vagy Lenco L300-as típusú lemez lejátszót. Hát úgy, hát megvan. Működik, csak majd össze kell majd kötni majd a hangfallal, és majd lesz majd ilyen több videó róla, mondjuk teszek bele egy lemezt, és akkor annak lejátszása, ilyen videó együtt. Csak így most külön bemutatom nektek, hogy akkor, ha úgy tetszik nektek, gondolom másoknak is vannak, aki gyűjti, mondjuk ez most úgy, hát az ilyen jó masinákat nem fogom eladni, maradjon retro, úgyhogy meggondoltam, hogy újra ezeket már egyszer mondtam nektek, hogy ugye erről is, meg ezekről is lesz videó, úgyhogy gondoltam, hogy mára nem csak a két üveg, mert a két üveg most az fönn van a csatornámon, arra majd dobjatok egy több lájkot. Na akkor visszafordítva, hogy gondoltam, hogy akkor ezt nektek bemutatom, ezt a régi lemez lejátszót. Van egy másik, csak azt majd külön nektek bemutatom, jó nagy, úgyhogy meg van egy Panasonic vetítő, az működik, ezt is megmutatom, meg van egy ilyen többféle masina. Na akkor csak ennyi szerettem volna úgy mutatni, de akkor közben ezzel a kis rövid videóval elindítok nektek egy régi számot, szerintem mindenki úgy ismeri, hogy fel fogja ismerni, úgyhogy de azért elmondom, mi a cím, hogy ugye melletted nincsenek hétköznapok, ez a zene címe, úgyhogy akkor bedobom neked, nektek ugye a videó végén. Sok száz színdarabot írtam, szimfóniát és hangszerettet.
Na, ennyit szerettem volna nektek bemutatni így a zenével együtt. Szép napot nektek. Vigyázzatok magatokra. Én Kovács, addig is lájkoljátok ezt a videót. Ha tetszett nektek, akkor ne maradjatok le. Gyertek velem, nézzétek a jó kis videóimat, addig is kövessetek Instagram, Facebookon, és majd jövök egy következő videóval, addig is sziasztok, Kovács Pali voltam.